Köszöntöm Önöket, ez a napi Foci a Pannon RTV labdarúgó Európa bajnoksággal foglalkozó műsora. Mint ahogy megszokhatták, minden játéknapon 17 órától várjuk Önöket elemzésekkel, esélylatolgatásokkal, illetve természetesen nyereményjátékkal is. Mai műsorunk vendége Vajda Fangyó, a TSC női labdarúgó csapatának edzője, valamint Kazi Zsolt, a klub elnöke. Üdvözöllek itt a stúdióban titeket. Köszönjük a meghívást. Ugye néhány perccel ezelőtt ért véget az Ukrajna-Észak-Macedónia mérkőzés, 2-1-es végeredmény az ukránok javára. Hogy láttátok a mérkőzést, szerintetek mi a véleményetek? Papírforma, ugye egyest vártunk, mivel hogy az ukrán csapat az jó erőkből áll. Ezt bebizonyították a hollandok ellen is az első találkozón, ahol ugyan kikaptak 3-2-re, de 2 perc alatt kiegyenlítettek 2-0-ról, visszahozták a mérkőzést. Mai meccsen annyira nem játszottak jól, mint a hollandok ellen, de ez a gyengébb teljesítmény is elég volt egy magabiztos győzelemhez. Ugye itt 2-1 lett a végeredmény, volt 11-es és 2 is, egyet kihagytak. Zsolt, te hogy látod a mai meccset? Hát a Fangyóhoz csatlakozva én is azt mondom, hogy az ukránok ma nem játszottak annyira jól, mint az első meccsen Hollandia ellen, de hozták a papírformát, nekik ugye ez a győzelem, ez létfontosságú volt a, úgymond az életben maradáshoz. Van 3 pontjuk, és most így nyugodtan tudnak majd készülni az utolsó fordulóban az osztrákok elleni vélhetően sorsdöntő mérkőzésre. Ugye említettetek, hogy sorsdöntő a mérkőzés. Mit várhatnak az ukránok? Tovább juthatnak ebből a csoportból? Hogy látjátok, ez megtörténhet? Én mindenféleképpen az ukránokat várom a továbbjutó helyen. Bár itten akár egy döntetlent is el tudok képzelni az osztrákok ellen, úgy érzem, hogy ebből a csoportból még a harmadik helyzet is tovább fog jutni, de szerintem itt ugye, ahogy a táblázat is mutatja egyelőre, a hollandok azok torony esélyesek, és én mondom még egyszer, én az ukránokat várom második helyre. Ugye említetted, hogy Hollandia torony esélyes a csoportban, mégis Ausztria, Ukrajna, Észak-Macedónia, ez valamennyire kiegyenlített az erőviszony a 3 csapat között. Itt a 3 csapat közül ki az, aki számíthat arra, hogy második, esetleg harmadik helyre befusson? Hát mi az első adásban itt a Fangyóval azon a véleményen voltunk, hogy Hollandia mögött Ukrajna lehet majd a befutó, és szerintem ez így is fog lenni, ha megnézzük, hogy az ukrán játékosok milyen csapatokban játszanak külföldön. A húzó emberek az mind meghatározó játékosok a kinti klubjaikban, és hogyha ők hozzák azt, amit tudnak, akkor szerintem az utolsó fordulóban Ausztria ellen a legrosszabb esetben egy döntetlent fognak szerezni, és avval nagy a valószínűsége, hogy tovább fognak jutni a csoport. Ukrajna vezető edzője Andriy Shevchenko, aki maga is klasszis játékos volt, talán nem túlzás ezt állítani, edzőként is befuthat hasonló pályafutást, mint játékosként? Ugye ő egy érdekes figura, mivel hogy nem csapatnál kezdte, hanem mindjárt a válogatottnál, és most, ahogy nyilatkozta, nagyon szeretne Olaszországba folytatni, tehát távozni szeretne a válogatottól, és Olaszországba klubcsapatnál folytatni az edzői pályafutását, majd meglátjuk, hogy ott mire lesz képes, de itten látszik az a filozófia, és az is látszik, hogy ő csatár volt, mivel hogy ezt a futballt szorgalmazza. Nagyon jó támadó játékosai vannak az ukránoknak, nagyon gyorsak, befejezésnél is mindig ott vannak, ahol kellenek, úgyhogy én bízom benne, hogy ő egy jó edzővé fogja kinőni magát. Hát hamarosan megtudjuk, hogy ki jut tovább a csoportból, ugye nem sokára lesznek következő mérkőzések, amik a csoporthoz kapcsolódnak. Mi pedig menjünk tovább a tegnap esti mérkőzésekkel, ugyanis Wales Törökország csapatát múlta felül, Olaszország pedig Svájcot ütötte ki. Nézzük meg, hogy hogyan alakultak ezek a mérkőzések. Török-velszi összecsapással kezdődött az A csoport második fordulója. Az első félidőben Velsznek több nagy helyzete is volt, de végül Ramsey a harmadik lehetőségéből már gólt lőtt. A törökök a szünet után Burak Yılmaz vezérletével valamelyest feljavultak, ám bő negyed óra elteltével Wales 11-eshez jutott. Bale azonban borzasztóan rossz megoldással a kapu fölé lőtte a labdát. Ez volt a harmadik 11-es az EB-n, ebből 2 kimaradt. A törökök hiába rohamoztak. A házigazda olaszok elleni nyitó mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is szerzett gól és pont nélkül maradtak.
Sőt, a ráadás végén egy szöglet után Bale betört a 16-oson belőre, majd gólt rúgatott Conor Roberts-el, beállítva ezzel a 0-2-es végeredményt. A szerda esti mérkőzésen hamar kiderült, hogy az olasz válogatott Törökország elleni pazar teljesítménye nem a véletlen műve volt, hiszen Roberto Mancini csapata a svájciak ellen is az elejétől fogva kézben tartotta a mérkőzést. A 26. percben Manuel Locatelli ballal pazarindítást adott a jobb szélen Berardinnak, aki az alapvonalról a kapu elé gurított, s nem más, mint Locatelli érkezett tökéletes ütemben, így az azurrik megszerezték a vezetést. A második félidőben hamar eldőlt a három pont sorsa. Szép támadás végén az 52. percben Barella oldalpassza után Locatelli a 16-os előteréből ballal a bal alsóba lőtt, megszerezve így a meccsen a második gólját. Az olaszoknak több lehetősége volt megszerezni a harmadik gólt, ami a 89. percben sikerült is nekik. Immobile fordulásból szépen lőtt a kapuba, beállítva ezzel a 3-0-ás végeredményt. Tehát Olaszország 3-0-ra múlta felül Svájc csapatát. Hogy látjátok, Olaszország bejelentkezett az EB címért? Hát úgy látom, hogy mindenféleképpen. Kicsit meglepő számomra a kezdés, mert az olaszok nagy tornákon mindig valahogy visszafogottabban szoktak kezdeni, és ahogy múlik az idő, úgy szoktak minél jobban és jobban belelendülni. Na, ez a torna most az ellenkezője, mert itten nagyon belekezdtek ugye ezeken a mérkőzéseken, és számomra meglepő az, hogy ilyen könnyen tudták Svájcot legyőzni, hisz a svájci csapat az nagyon jó erőkből áll, egy nagyon masszív és jó együttes, de ahogy néztem tegnap is a mérkőzést, nem sok esélyük volt az olasz csapat ellen, több nagyon jó teljesítmény is volt az olasz válogatottban, ugye Locatelli is két gólt lőtt, de szinte azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki nagyon jó teljesítményt nyújtott. Ugye nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez az olasz válogatott talán teljesen szakított az eddigi olasz labdarúgás hagyományaival, mert nem csak a védekezésre épít, hanem támadó játékban is kiválóan teljesítenek, ugye 6 gólt lőttek már az eddigi két mérkőzésen. Ez Roberto Mancininek a hatása a csapatra? Valószínű, szinte 90% hogy igen. Roberto Mancini valamikor egy nagyon jó támadó középpályás volt, nagyon technikás játékos volt. Hát igen, Olaszország régen a Catenaccióval ért el nagy sikereket, 70-es, 80-as, 90-es években, ugye az olaszok főleg a védekezésre fektették a hangsúlyt, és azzal a taktikával értek el szép eredményeket. Fangiohoz csatlakozva én is azt jegyzem meg, hogy számomra is meglepő, hogy az olaszok ilyen erőteljesen kezdték ezt a tornát, ez régebben nem volt rájuk jellemző. Én nagyon emlékszek 1982-ben, amikor Spanyolországban megnyerték a világbajnoki címet, a csoportjukból úgy tudtak tovább jutni, hogy több gólt rúgtak, mint Kamerun. Tehát még a gól különbségük sem volt jobb, de végül is tovább mentek, és aztán a továbbiakban ők lettek a világbajnokok. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez az erőteljes kezdés, ez a lendület, ez meddig fog kitartani. Egyelőre az olasz válogatottnál minden klappol. Ugye a torna előtt azt mondták a szakértők, hogy az olasz válogatott készen várja az Európa-bajnokságot. Hát úgy néz ki, hogy igazuk volt. Igen, valóban egy nagyon egységes csapat képét mutatja a válogatott. Sokan erre is vezetik vissza azt, hogy ennyire jól teljesítenek. Ugye az olasz csapatok, a Sassuolo, az Inter, az Atalantából is rengeteg játékos érkezett a keretbe. Összefügg ez, hogy egy igazi egységes csapat alakult ki, talán a legegységesebb itt az EB többi csapatához képest? Én azt mondom, hogy megint csak az edző kezemunkája látszik itt ennél a csapatnál. Nagyon jó társaság jött itt össze, ugye jó játékosokat válogatott össze, tehát ez az ő érdeme mindenféleképpen. Ha azt nézem, hogy az idényben az olasz klubcsapatok azért Európában nem remekeltek, de viszont most itt a válogatottban játékosok ezek nagyon-nagyon jól játszanak. Igen, és ahogy már említettük, hogy be is biztosították a továbbjutást. Locatelli, ő az egyik olyan játékos, aki duplázott ezen az Európa-bajnokságon, és van egy érdekes statisztika, közben látjuk az A csoport állását, Olaszország 6 pont, Wales 4 pont, Svájc 1, Törökország 0 pont, tehát hogy Locatelli az egyik olyan játékos, aki duplázott. És érdekesség, hogy az idei EB-n, akik dupláztak eddig, Olaszországból jöttek, illetve olasz csapatokban játszanak klubszinten. Ez
Ez a bizonyítvány az olasz csapatoknak, illetve az olasz bajnokságnak pontosabban? Hát igen, ahogy az előbb mondta Zsolt is, hogy valamikor Catenaccio volt a védjegyük, ugye, és nagyon kevés gólok voltak a bajnokságban. Ez most azért megfordult, mert ha ott is nézzük, akár amit említettél is, Sassuolót, Atalantát, akár az Intert is az idén, sok gólos mérkőzéseket játszottak, tehát változik ott is a filozófia. Valószínű, hogy szeretnének előrelépni ebbe a támadójátékba, és ez, ahogy látszik, sikerül is nekik. Tegnap játszottak egy másik mérkőzést is, ugye Wales Törökország 2-0, itt is lehetett volna több gól, Bél helyzetet, illetve 11-es trontot, két gólpaszt azért kiosztott. Hogy láttátok ezt a mérkőzést? Hát ez egy igazán parás csata volt, annak ellenére, hogy a mérkőzést Azerbajdzsánban játszották, de hát a törökök gyakorlatilag hazai pályán voltak, ugye nem csak a földrajzi közelség miatt, hanem az miatt is, mivel az azeri és a török rokon népnek számít, tehát ez a két nép mindig egymást támogatta. Jó kis mérkőzés volt, a Velszi válogatott húzó emberei tegnap már jobban játszottak, mint a nyitófordulóban Svájc ellen, és ez meg is látszott a válogatott esítményén. Joe Allen, Aaron Ramsey a középpályán voltak, nagyon jók. Bale még most sem játszott igazán jól, de azért már a tegnapi mérkőzésén valamit megcsillantott abból, amiért a Szigetországban az egyik legjobb labdarúgónak számít, kiosztott két zseniális gólpaszt, de ő még mindig talán nincs teljesen ott fejben a tornán, az nagyon látszott akkor, mikor kihagyta a 11-est a második féldőben. A Velszi válogatott szerintem nem bonyolította túl a dolgot, ők azt játsszák, amit tudnak, de azt meglehetősen magas szinten művelik, úgyhogy én azt hiszem az első adásban azt jósoltam, hogy ők tovább fognak jutni a csoportból, és hát valószínű, hogy ezzel a három ponttal ez meg is fogják valósítani. Ugye sok olyan komment érkezett különböző sportoldalak felületére, hogy talán Bélnek nem a golfozást kellett volna erőltetni, hanem a 11-es lövéseket, de ez majd erre még van ideje javítani. Mi azt gondolom, hogy menjünk tovább a következő blokkunkkal, ugyanis Dánia Belgiummal fog játszani, míg Hollandia Ausztriával csap össze a mai este folyamán. Nézzük meg, milyen esélyei vannak ezeknek a csapatoknak. Ma 18 órától Dánia Belgium csapatával mérkőzik meg. A csoport küzdelmek során végig hazai pályán szereplő dánok. A finnek ellen Christian Eriksen újraélesztése miatt megszakadt mérkőzésen váratlanul 1-0-ás vereséget szenvedtek az újonc finnektől. Úgyhogy még 11-esből sem tudtak betalálni. Ezzel szemben a világranglistát vezető belgák magabiztos játékkal ugyanúgy 3 gólos különbséggel verték meg Szentpéterváron az oroszokat, mint korábban a selejtezők során, csak akkor 4-1 volt az eredmény. A belgák ma bebiztosíthatják a továbbjutást a csoportból. A belga csapat remek formában van, és nem mellesleg nekik van a legnagyobb tapasztalattal rendelkező játékos keretük az Európa-bajnokságon. 4 labdarúgó van a keretből, aki túl van már a 100 válogatott beli fellépésén, és a mai mérkőzésen Dries Mertens lehet az 5. 21 órakor Hollandia Ausztriával csap össze. Mindkét csapat nyerni tudott az első fordulóban, ráadásul mindkettő úgy gyűjtötte be a 3 pontot, hogy ellenfele egyenlítése után újítani a sikerült. A hollandok 3-2-re verték a 2 gólos hátrányból felálló ukránokat, míg az osztrákok 3-1-re az EB újonc észak-macedónokat. Érdekesség, az osztrák válogatott most van ott 3. az Európa-bajnokságon. Az észak-macedónok elleni volt a 7. meccse, de győznie először csak most a 7. sikerült. A hollandok az ukránok ellen már a 6. győzelmüket aratták a legutóbb 8 válogatott találkozójukon. Ez alatt összesen 24 gólt értek el, és egyszer sem szereztek 2-nél kevesebbet. Kezdjük a Dánia-Belgium összecsapással. Ugye, ha ezt az összecsapást emlegetjük, nem mehetünk el szó nélkül Eriksen esete mellett, aki az előző mérkőzésen ugye szívinfarktust kapott. Hogy látjátok, ez mennyire hatott a csapatra ez az eset, ez a szörnyű eset, mennyire tudta összeszedni magát a dán válogatott ezután?
Sajnos nagyon nehéz helyzetben vannak a dánok ez az első mérkőzés után, ez a szerencsétlen eset után, mert azon a mérkőzésen nem tudtak koncentrálni, ott látszott, hogy teljesen padló alatt vannak, ami érthető is, és a Finnországtól kikaptak, úgyhogy ma pedig ugye a belgák ellen kell, hogy játszanak, akik torony esélyesként emlegettek itt az EB kezdete előtt. Nagyon jó játékos keretből állnak, az egyik legnagyobb esélyese a torna megnyerésének, és hogy ellenük kellene kikaparni a gesztenyét, én azt hiszem, hogy nem fog sikerülni. Belgák azok esélyesek a mai találkozón, és ha minden igaz, akkor be is húzzák ezt a mérkőzést. Úgyhogy szerintem nem lesz esélye a dán csapatnak a belga csapat ellen. Ugye közben látjuk a B csoport állását, hogy Belgium vezet 3 ponttal, utána Oroszország következik, Finnország, illetve Dánia 0 ponttal. Ugye azt szokták mondani a belga válogatottra, erre a belga válogatottra, hogy ez az egy arany csapat, és tulajdonképpen most a 24. órában vannak ahhoz, hogy nyerjenek valamit. Képesek lehetnek behúzni ezt az EB-t? Hát a belga válogatott már az ezt megelőző Európa-bajnokságon is nagy esélyes volt, ott is nagy esélyesként emlegették őket, abból a csapatból nagyon sok játékos van itt, tehát most is nagy esélyesek, akkor nem sikerült nekik, ugye a negyed döntőben már megállította őket Wales, és szerintem a belga játékosokban ez még benne lehet, hogy akkor most van itt egy utolsó esély, hogy valami tényleg nyerjünk a nemzetközi porondon. Szerintem nagyon motiváltak, az első mérkőzésen látszott is az oroszok ellen, hogy végig koncentráltak, esélyt sem adtak az orosz válogatottnak, simán benne van, hogy bejutnak a legjobb 4-be, és aztán pedig hát bármi megtörténhet. Ugye ma rendeznek egy Hollandia-Ausztria mérkőzést is. Itt milyen esélyekkel lépnek pályára a csapatok? Ez a holland csapat talán nem nem azt a magas színvonalat képviseli, mint mondjuk a 10 évvel ezelőtti, de itt láthattuk a bejátszásban is, meg a korábbi meccseken is, hogy hihetetlen játékerőt képviselnek. Mire lehet itt számítani? Igen, de azért a filozófia, a támadó játék, a támadó stílus, a képzett játékosok, azok megmaradtak ott a holland válogatottba, és én azt hiszem, hogy az ukránok elleni mérkőzésük a VB-n az eddigi egyik legjobb mérkőzés volt, ha nem a legjobb. Ott bebizonyították, hogy van esélyük ezen a VB-n, és én azt hiszem, hogy a mai találkozón is torony magasan esélyesek, be fogják húzni ezt a 3 pontot, és utána készülnek a továbbiakra. Arnautovic nélkül képes lehet gólt szerezni ez az osztrák válogatott a holland ellen? Hát pont ő lett volna talán az a játékos, aki meglepetést tudott volna okozni. Sajnos ő ugye kivált. Hát nem tudom, Sabitzer talán még a középpályáról, őben látom azt, hogy talán tudja majd veszélyeztetni a holland kaput, ő ugye a Lipcse játékosa. Hát talán pontrugásban bízhatnak az osztrákok, Alaba elég jó pontrugás sok terén, fegyelmezett védekezéssel. Én tulajdonképpen az osztrák válogatottról nem tudom, most el tudom képzelni, hogy mivel ők megnyerték az első mérkőzést, lehet, hogy most egy bunkerfocit fognak játszani, egy pontra mennek és próbálják megszerezni a 4. pontjukat is a csoportban. Igen, könnyen elképzelhető, hogy ez a forgatókönyv fog megvalósulni. Ugye itt látjuk a C csoport táblázatát, Hollandia 3 ponttal az első helyen, második Ausztria 3 ponttal, Ukrajna szintén 3 ponttal, Észak-Macedónia 0 ponttal áll. Ez viszont majd kiderül a következő időszakban, hogy ki fog tovább jutni. Nekünk viszont csak néhány percünk maradt hátra a mai mérkőzésünkből, illetve műsorunkból, úgyhogy folytassuk a nyereményjátékunkkal, amelyben tegnap azt kérdeztük, hogy ki viselte a Magyarország-Portugália mérkőzésen a kapitányi karszallagot a magyar csapatban. A. Szalai Attila, B. Szalai Ádám, és természetesen a megfejtés Szalai Ádám. Ezúttal is nagyon sok helyes megfejtés érkezett hozzánk. A napi focis bögrét Balaton Erzsébet, a napi focis sapkát pedig Engi István nyerte, gratulálunk nekik. A nyereményeket a Pannon Marketing osztályán vehetik át hétköznaponként 8-tól 16 óráig. Természetesen ma is van egy kérdésünk, az pedig így hangzik, hogy hány pontot szerzett Olaszország az idei labdarúgó Európa-bajnokságon eddig? A. 6, B. 4. A megfejtéseket pedig továbbra is a Sporthétfi Facebook profilján üzenetek formájában várjuk a következő műsorunk kezdetéig. Játszani pedig érdemes, hiszen a döntő napján 3 focilabdát is nyerhetnek nálunk. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy eljöttetek ma, várunk vissza benneteket a stúdióba. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.
Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ne feledjék, holnap is lesz napi foci, akkor is várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!